Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánok önöknek. De ha néha úgy éreznék, hogy beborult az ég, akkor csak gondoljanak arra, hogy késő bánat. Most már, utánam a vízözön. Késő bánat, most már utánam a vízözön. Akivel együtt jártam, sajnos tegnap óta nem köszön. Ez kellett csak, és már nem hiányzott semmi más. Tudom, hogy engem vádol, mindig én lehetek csak hibás. És aki ezt a dalt és ezt a fajta gondolkodást megtanította nekünk 1967-ben a Táncdal Fesztiválon, Poór Péter. Mondd, Péter, ez a fajta mentalitás, hogy ne ragadjunk bele a kétségbeesésekbe. Kudarc esetén inkább gondoljuk azt, hogy na, ez volt, de nézzünk előre. Ez a sajátoddá is vált? Vagy csak ezt a tanácsot adtad nekünk? Hát nincs ilyen közvetlen kapcsolat a kettő között, de minden esetre én magam is így gondolkozom. Uh-huh. Tehát a mélypontokról úgy jössz ki, hogy tessék előre nézni? Igen, én mindig igyekszem előre nézni, és érdekes módon engem mindig így a múlt egy darabjának tekintenek, de én mindig valahogy abban élek, a mában élek és a jövőben, és nem annyira szoktam merengni a múlton. Pedig én szeretnék kicsit a múlton merengeni. Úgy tudom, hogy te nagy népes családban nőttél fel, és egyszerre 9-en laktatok együtt? Igen, hát egy ilyen nagy belvárosi lakásban a második világháború után együtt lakott az egész család, édesapám, édesanyám, nővérem, én, a anyaági nagyszüleim, aztán anyukám húga, az ő férje és egy gyermekük, az unokaöcsém, így voltunk 9-en. És hogy jöttetek ki egymással? Hát, mikor, hogy, azt szokt mondani, de alapvetően jól. És hát akkoriban még nem volt televízió. Egymást néztétek. Csak rádió, egymást néztük, és egymást hallgattuk. Igen. Azért, mert a családban mindig mindenki zenélt. A család összes nőtagjai remekül zongoráztak és énekeltek. Édesapám, aki egyébként gépészmérnök volt, gyönyörűen hegedült, úgyhogy abból is megélt volna, de ő megmaradt a komoly műszaki pálya mellett. A nővéred Poór Klári, akivel föl is léptetek, nem is egyszer, komoly alapképzettséget kaptál, ugye zongoráztál, csellóztál, hegedültél, aminek hasznát veszed úgy is, mint énektanár, hiszen tudod a növedékeidet kísérni, vagy segíteni. Hát megmondom őszintén, hogy nem szoktam. Nem szoktál leülni zongorázni? Nem, hát csak a skálázásnál szoktam leülni zongorázni, mert bevallom neked férfiasan, hogy az utolsó, a legutóbbi 60 évben nem gyakoroltam. Soha nem késő elkezdeni. Igen. Viszont a skáláknál jó, meg bizonyos dolgokat néha jó megmutatni a tanítványnak a zongorán, de úgy különösebben nem szoktam őket kísérni. Hát általában zenei alapokat készítünk, vagy hoznak, és azzal énekelnek, és én pedig különböző instrukciókat adok hozzá. Éppen ma délelőtt is ez történt. Énekelni nagyon komoly szinten tanultál. Hát igen, nekem egy nagyon híres, kiváló operaénekesnő volt az énektanárnőm, és Németh Anna, akiről az opera lexikon több oldalon keresztül nagy csodákat ír, és hát Németh Anna világsztárokat is nevelt egyébként, és hát egy kitűnő tanárnő volt, és igyekszem én is továbbadni a tanítványaimnak azokat a dolgokat, amiket őtőle tanultam, még ma is ebből élek.
de hát sokat köszönhetek a színművészeti főiskolai tanároknak is. Vámos Lászlónak, Montág Imrének, azt hiszem nem kell neked bemutatni őket. Te nagyon korán kezdtél el úgynevezett haknizni, bejártad az egész országot, sőt, már magadat tartottad el, és abból finanszíroztad az ének tanulmányaidat. Aztán minden városban, faluban, községben felléptél többször is, igaz? Így igaz. Egerben is voltál? Rengeteget. Na, hát erről dokumentum is van, egy klip és egy dal, Tündöklő egri csillagok. Tündöklő egri csillagok, ugye ti mindent láttatok, háborút, békét, hősöket, ezer csodát. Tündöklő egri csillagok, minket is megtanítsatok, szeretni, óvni, félteni. Kérdezően volt egy kis színházi kitérő, amikor a színművészeti főiskolán Vámos László osztályában a musical szakon végzett, ezt követően pedig musicalekben és operákban is játszottál. Igen. Érdekes módon az egyik énekórámon beszélgettem az énektanárnőmmel, hogy hová szerződjek, mert három vidéki színházhoz hívt. Ja, bocsánat, egy budapesti is volt közte. Két vidék és egy budapesti színházhoz hívtak, és vaciláltam, hogy melyikhez menjek. És ekkor ilyen sorsszerűen csengettek, és megjelent az egyik tanítvány, Németh Anna egyik tanítvány, a Lengyel Ildikó opera énekesnő, aki a Szegedi Nemzeti Színházban énekelt, és felvetette azt a témát, hogy mi lenne, ha ő hozzájuk mennék Szegedi operához. Kifejezetten, mint opera énekes. És hát mondom, szívesen mennék. Mert életed tudtam, vágya volt operát énekelni. Tudtam, hogy egy fantasztikusan jó opera társulat volt ott, Vaszi Viktor vezetésével, aki egy világhírű karmester volt. És hát mondtam, hogy örülnék neki, de hát nem hívtak. Másnap jött egy távirat, hogy menjek le Szegedre próbát énekelni. Hát le is mentem, kocsiba vágtam magam, lementem Szegedre, és bementem a művészbejárón. Az első ember, akivel találkoztam, Vaszi Viktor volt, aki karonfogott, szervusz Péterkém, gyere, már is menj a színpadra, és kapsz egy zongoristát, énekelj el egy pár áriát. Elénekeltem 4 opera áriát nekik. A főnökség ült csak benne így az első sorban, én pedig azon a hatalmas, óriási színpadon, ami díszlet nélkül valami valószínűtlen óriásinak tűnt, ott énekeltem, mint egy ilyen kis egér egyedül, és meglepően nyíltnak mutatkoztak, tehát nem úgy néztek, mint volt táncdalénekest, hanem Vaszi Viktor följött a színpadra, és azt mondta, gratulálok fiam, magának nagyon szép hangja van, és örülni fogok, hogyha együtt tudunk dolgozni. És utána bevittek az irodába, és kérdezték, hogy mennyit kérek én azért, hogy ide szerződjek a Szegedi Nemzeti Színházhoz operaénekesnek, mire én mondtam egy szerény összeget, mert hát gondoltam, hogy most végeztem a főiskolán, hát ez az első színház, ahová szerződöm, hát nem mondhatok olyan sokat. Úgy egymásra néztek, a főnökségi elmosolyodtak, és azt mondták, hogy ugyan Péterkém, hát adunk neked 2-szer annyit. Bravo, bravo. És jött a Malatesta. Igen, jött a Don Pasquale-ban a Malatesta doktor, amely egy rendkívül nehéz, technikailag egy kifejezett bravúr szerep. És mindenki, aki nem ismerte az én operai múltamat, hogy én eredetileg operaénekesnek készültem, hanem csak mint táncdalénekest ismertek, mindenki azt mondta, jaj, hát ez egy óriási bukás lesz, hát hogy jön ez a táncdalénekes ahhoz, a jó indulat betette a lábát. Hát nem, de nem voltak ők rossz indulatok, csak ugye ezt gondolták. És hát óriási siker volt, és ilyen partnerekkel énekelhettem mindjárt, mint Gregor Jóska, Berdál Valika, Réti Csaba, akik mind Liszt-díjas, nagyszerű művészek voltak, és hát hál' Istennek megálltam ott a helyem, és aztán sorban kaptam a jobbnál jobb szerepeket.
És aztán még Miskolcon játszottál veronai fiúkat, tehát ott még musical szerepeket kaptál, és utána folytattad a táncalénekesi pályát. Igen, hát ez a színészi karrierem ez úgy zajlott, hogy 3 évig voltam a Szegedi Nemzeti Színházban, és 3 évig a Miskolci Nemzeti Színházban. Ez azért mentem át, mert megtudtam, hogy felújítják a színházat, szétverik, és állítólag csak 3 év múlva nyitják meg újra. Én kapásból azt mondtam rá, hogy ez nem 3 év lesz, hanem 10. Mit ad Isten, éppen 10 évig készült el, 10 év alatt, és hát én ezt nem vártam meg, és átmentem a Miskolci Színházhoz, ahol Bon Vivánból nagy hiány volt. Akkor, és hát sorban kaptam az operett Bon Viváni szerepeket, és a musical főszerepeket, és ez egy nagyon termékeny időszak volt, ez a 6 színházi év, amiből 3 Szegeden, 3 Miskolcon, és rengeteget tanultam ez alatt, és aztán úgy lett ennek vége, hogy pont amikor úgy nekem éppen olyan változások jöttek a Miskolci Színházban, ami nekem nem annyira tetszett talán, és nem annyira örültem neki, akkor kaptam egy olyan meghívást Berlinbe, a Friedrichstadt palasztba, amin úgy komolyan elgondolkoztam, hogy nem kellene otthagyni a színházat, és inkább elmenni Berlinbe, és végül a matematika döntött itt, amikor kiderítettem, hogy Berlinben 2 hónap alatt valamivel többet keresek, mint a színházban 4 év alatt. Így aztán úgy gondoltam, hogy akkor vállalom ezt a kihívást, hogy ott minden este 3500 német ember elé ki kell állni, és németül műsort adni nekik. De nagyon lelkiismeretesen felkészültem, mert én nekem mindig is az volt az elvem, hogy a sikernek a titka a jó felkészülés. És nagyon komolyan felkészültem rá, és úgy sikerült, hogy kezdő számból a főpróbák végére már zárószámmá avanzsáltam, és attól kezdve még többször is meghívtak, mint sztár vendéget a Friedrichstadt palaszba. Sok kihívás várt rád, mindegyiket sikerrel megugrottad. Például, amikor Szelecki Zitával találkoztál, és közösen énekeltetek Amerikában. De nekem nagyon tetszett, amikor elmesélted, hogy ilyen feketén még nem adtad elő a hajaj fekete vonatot, mint Torontóban. Ez hogy volt? Igen, hát ez nagyon érdekes volt. Ott léptem fel a Wooden Plate nevezetű magyar tulajdonban lévő szórakozó helyen, ami tulajdonképpen egy étterem volt, de ilyen műsoros étterem színpaddal és táncparkettel, és körülötte voltak így az asztalok, és mindig Magyarországról vittek valami műsort oda. És ez itt én voltam a műsor, és éppen elkezdtem a műsoromat, amikor megláttam, hogy az előttem lévő ilyen összetolt hosszú asztal tök üres. Senki nincs ott, csak ilyen névtáblák vannak ott, és egyszer csak bevonult oda 16 korom fekete fiatal férfi. És leültek így az asztalhoz. Engem elfogott a pánik, hogy mit fogok én ezeknek énekelni, mert én magyarokra készültem fel. Hát nem gondoltam, hogy itt feketék fognak ülni, eredeti kanadaiak. Szóval afroamerikai műsorod nem volt. Igen, afroamerikai műsorom nem volt, és nem tudtam, hogy mit csinálják, mert nem tudtam változtatni, mert már elkezdődött a műsor. De csodálkozva vettem észre, hogy nagyon kedvesen mosolyognak, tapsolnak a dalok után, és szünetben az egyik, egy 2 méteres szakállas, fekete fiatalember odajött hozzám, és ékes magyarsággal megszólított, és kiderült, hogy ők Budapesten szerezték az orvosi diplomájukat, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, és a találkozójukat ott tartották, mert volt egy orvos kongresszus Torontóban éppen akkor, és akik Budapesten végeztek, azok egy ilyen magyar helyre jöttek el ünnepelni, meg barátkozni.
és kiderült róluk, hogy pont az alatt, az időszak alatt voltak egyetemisták Budapesten, amikor én hirtelen feltűntem a semmiből, és hirtelen sztár lettem, és az összes dalaimat kívülről tudták, és amikor a műsor végén oda jutottunk a fekete vonathoz, az volt a finálé, akkor felugrottak a helyükről, sorba álltak és körbe vonatoztak a teremben, hát ennél feketébb vonatot én még nem láttam. Kicsike állomás, ő az egy villanás, jegyet vár. Vissza se nézett, eltűnt a szemem előtt. Hát akkor énekeljük egy jobb. Ajjaj, fekete vonat, ez a csak bátrabban. Elvitted a páromat, itt oldalcsalazsájunk. Ennyit ér a szerelem, borig és csak a füstje marad. Ajjaj, fekete vonat, elvitted a páromat. Jön majd újabb szerelem, de a nóta a régi marad. De a nóta a régi marad. Többöz gyereket, de a nóta a régi marad. Te beutaztad a félvilágot, vagy az egész világot gyakorlatilag. Nagyon hát, sok helyre vitted el Ilikét, a feleségedet. Kenguruktól kezdve mindenféle kalandotok volt, és mindenhol megláttad a szépet. Azt hiszem, ez egy képesség, hogy te képes vagy mindenben a jót, a szépet észrevenni. Igaz? Ez így van, én mindig a szépet keresem az életbe, hát ezért jöttem ide is. Ez itt a reklámom helye, igen. És sok szép helyen jártam a világban, és ezeket mind elraktároztam magamnak, de rájöttem, hogy nem csak Magyarországon kívül, vagy tengeren túlon vannak szép helyek, hanem itthon is vannak csodálatos helyek Magyarországon belül is, és nekem a magyar tájak mindig a legközelebb álltak a szívemhez. De nekem nagyon... Én mindig nagy lokálpatrióta voltam. Nekem nagyon tetszett az Olaszországban forgatott klipped. Ja, hát Olaszországot is imádom. És hát ott is készült egy videoklip, ami azért volt adva az ötlet, hogy ott készítsük el a klipet, mert hiszen erről szól a dal, szép Olaszország, Bella Italia. Bella Italia. Bella Italia. Signorina, ti alzo un volo sacro sempre sì. Uni la notte. Mamma mia, signorina, forse ti soffire qui. Péter népes családban nőtt fel, és most is népes családdal dicsekedhet. A három saját gyermeke közül az egyik fia itt van velünk, Attila. Sziasztok! Te nagyon komoly foglalkozást űzöl. Projektvezető vagyok. Pedig úgy tudom, hogy kezdet-kezdetén a zenével is kacérkodtál, hiszen a Szent Karácsony éjjelén című lemezen aktívan közreműködtél. Igen, ahogy apu elmesélt, az én gyerekkorom sem telt másképpen, tehát nálunk is folyton a zenéről szólt minden, és tényleg mindenki zenért, apu, unokatestvére, jazzénekes, vagy jazzének tanár. Hát zongorázott. Igen, jazz tanszakot végzett, Klárika is zongorázott, nagymamám is zongorázott, mindenki énekelt folyton, tehát ez valahogy adta magát. És tulajdonképpen magamtól kezdtem el zongorázni főleg, és néha kérdezgettem, valakit elkaptam, és akkor mindig kérdeztem, hogy ez hogy van, és autodidakta módon pár dolgot megtanultam. Magadtól? Mert a Péter nem forszírozta, hogy na, tanulj meg zongorázni, kisfiam? Nem. Volt különösebben nagy az erőszak. Zenei általános iskolába jártunk, szóval nagyon fontos volt, de úgy sosem mondta.
És egyébként én is ezt alkalmazom a gyerekeimnél, tehát semmiféle erőszak nem volt. Ha mi akartunk, akkor zenéltünk, ha nem akartunk, akkor nem zenéltünk. De zenéltünk, zenei általánosba jártunk, ott gitározni tanultam egyébként, csak egy nagyon rövid sztori, hogy én aztán zongorázni szerettem volna, de amikor 12 évesen jeleztem ezt a zongora tanárnőnek, akkor kinevetett, és azt mondta, hogy ennek már az égvilágon semmi értelme. Öreg vagy már hozzá, vagy mi? Igen. Igen, és akkor nem tanultam zongorázni ott, és de aztán valahogy ilyen kamaszkoromban kitaláltam, hogy vállalkozó leszek, és az volt az elképzelésem, hogyha betöltöm a 18-at, akkor egyszerűbben lesz egy vállalkozásom, és dúsgazdag leszek, ami aztán nem így lett. És utána rájöttem, hogy valami dolgoznom kell, majd bekerültem a Budapesti Gazdasági Főiskolára, ahol közgazdász lettem, és így szép sorban ez a projektvezetőség előtt eltelt 15 év. Te szeretted volna, ha a fiaid zenészek lesznek? Nem. Mert hogy azt akartad, amit a te édesapád... De nem akadályoztam meg őket. Igen, értem. Amit a te édesapád is proponált, hogy fiam, legyen egy rendes munkád, neked el kellett végezni a vendéglátóipari főiskolát. Én kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát végeztem, kereskedelmi szakon. És a sors iróniája, hogy a fiad, úgy tudom, ugyanabba igen. az iskolába járt. Az Alkotmány utcában. Igen. Igen. Hát ez érdekes. Szóval neki is lett egy rendes szakmája, amiből meg lehet élni. Igen, de egyébként ez, hogyha kitérhetek erre, ez egy eléggé mély nyom volt, hogy ha valahova mentünk apuval, és megkérdezték a zenész kollégák, hogy na is, a gyerekek is zenészek lesznek, akkor apu mindig nagyon hevesen mondta, hogy jaj, csak azt ne. Isten ments. De miért Isten ments? Hát te boldog vagy. Na de, belelátok. Péter, te boldog vagy, amikor színpadra mész, amikor tapsolnak, amikor énekelsz. Miért akartad ettől őket megfosztani? Ettől nem akarom megfosztani őket, és ettől nem is sikerült őket megfosztani. De valahogy én láttam ennek a dolognak a fonákját is, tehát a másik oldalát, hogy mennyire bizonytalan, mennyire nehéz dolog, és ennek nem akartam kitenni őket. Uh-huh. Ennek ellenére te a zenével is tovább kacérkodsz. Igen, igen. Azóta a zongorázást azt nem adtam föl, tehát nagy erőkkel, ugyan nem 12 évesen, de 21 évesen elkezdtem az 20 éve az zongorázni. Az már Matuzsále mikor egy zongoristának. Igen, és olyan hirtelen, és olyan gyorsan, fantasztikusan jól megtanult zongorázni, hogy nekem leesett az állam. Na hát ez nagy szó. És nem csak zongorázik, hanem zenét is szerez, ahogy most kiderül az egyik klipből, ami egy nagyon komoly problémát feszeget. Nézzük csak meg! Újra így látni téged, a padlót, ha vérzik, a földet ér a térded, a szákát nem is érzed, nem is kérted, mielőtt adom az ívet, kimérem a figyelmet, köszönöm a véleményt, nem kérem, nem hallom, nem hallom, csak hallani vélem. Néha olyan velem, mintha ott se lennél. Néha olyan veled, mintha ott se lennél. Na gyere táncolj nekem egy sort, a levegőt harapni lehet egyet, jobban bírjuk a bort. Felfelé zuhanok veled, én megadom neked, ami tényleg kell, ami hozzád illik, ami tényleg érdekel, a fontos, hogy ami elvesz, azt örökre engedd el. Néha olyan veled, mintha ott se lennél. Néha olyan veled, mintha ott se lennél. Megadom, ami neked, megadom, ami kevés. Kivel, ha kimered, feloldja a feledést. Olyan veled, mintha ott se lennél. Én vagyok te, te meg én megadom. Sajnos ez korunk problémája, hogy együtt vagyunk egy légtérben, és mégis úgy érezzük néha, hogy mintha ott se lenne a másik. Na most ezt te nagyon szépen kibontod, ti nagyon szépen kibontjátok igen. ebben a dalban. Ti mennyire figyeltek arra, hogy ne legyetek a számítógép rabjai?
Nekem ez elég könnyen megy, én erre nagyon figyelek, de én nagyon szeretek más dolgokat csinálni. Például túrázni, futni, biciklizni, úszni, zenélni. És kifejezetten nem eléggé, szóval nem dob fel ez a zenei számítógépezés, hanem inkább zongorázni szeretek. És a zenét is írok, akkor is inkább fölveszem egyszerűen telefonra, és másra bízom ezt a zenei produceri részét. És olyan nincs nagy családi összejöveteleken, hogy főleg a fiatalok, ugye ott ültök, mit tudom, a karácsonyfánál, Szent Karácsony éjjelén, és a gyerekek meg ugye nem tudnak leszakadni a mobilról, mert csak nyomkodják. Van ilyen? Persze. Van. És akkor kiszól a papa vagy a nagypapa? Hát mindegy, hogy kiszól. Egyik se számít. De szóltok? Nehéz ügy ez, ugye? Nehéz ügy. Majd talán maguktól felfedeznek mást is, amikor már ezt egy kicsit unják. Azért nem mindegy, hogy miről beszélünk, mert a Péter olyan, hogy elmondja a tévében. Most végre elmondom a tévében, hogy szeretlek, nem baj, ha miattad, rajtam majd nevetnek. Mégis el kell mondanom a világnak, most aztán itt van a nagy pillanat. Most aztán itt van a nagy pillanat. Ez a dal is arra biztat, hogy merjük kimondani, hogy szeretünk. Na most ebben a kaotikus világban, amiben élünk, és amiben hát valahol szégyelni kell az érzéseket. Szóval ciki, hogyha valaki kedves, vagy mosolyog, vagy szerelemről énekel, vagy szeretetről. Ti mennyire vagytok hajlandóak ezen fölülemelkedni, és kimutatni a szeretetet, vagy mondani azt, hogy szeretlek a feleségeteknek, a gyerekeknek? Persze, én egyébként mindig felvállalom az érzéseimet, mert egy kicsit nekem ez egy szakmai dolog is, hogy aki az érzéseit nem tudja kimutatni, az a színpadon sem fogja tudni kimutatni, és akiben úgy nincs érzés, az nem is tud átadni az embereknek érzéseket, és akkor az egész előadó művészetet megette a fene abban a pillanatban, hogyha az ember nem tud érzéseket generálni a hallgatóságban vagy a nézőkben. Te hogy látod, Attila? Ugyanígy. Én is a gyerekeimnek azért mindig a nagy fejmosások után elmondom, hogy de azért tudjátok, hogy mennyire szeretünk titeket. Ja, mert ez a menet, hogy először jól kikapnak valamiért, amit rosszul csinálnak? Nem feltétlenül, csak hogy hát nyilván azért egy szülő-gyerek kapcsolat az sok konfliktussal jár, pláne ilyen tizenéveseknél. És azért erre is szerintem is időt kell keríteni, hogy ezt is elmondja neki az ember, meg az, hogy ez a legfontosabb. Tehát mondani és éreztetni a szeretetet. Igen, de én mind a két fiamnál megfigyeltem azt, hogy a gyerekeivel nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy türelemmel bánik. Úgyhogy talán volt kitől mind tanulni. A két fiamról elmondhatom, hogy nagyon jó apukák lettek. Köszönöm, hogy eljöttetek és ezt elmondtátok, mert igenis az élet talán legfőbb értelme, hogy merjünk szeretni, és ezt merjük kimutatni. Hiszen ha szeretünk, akkor egyszerűen csoda az élet. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy örök.